Június végéig befejeződik a megyei hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése. Növekedett a nyugdíj és a temetkezési segély értéke. Egész idényre osztják a fafűtés támogatást jövő héten. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, ha tehetik, tartsanak velünk. Ma a délelőtti órákban tárgyaltak a felek a Gyergyószentmiklósi távhőszolgáltatás témájában a január 8-ai ítélőtáblán meghozott jogerős döntést illetően. Az önkormányzat közleményben a következőket fogalmazta meg a téma kapcsán. Hétfőn a kora esti órákban érkezett a szolgáltató közleménye a Városházára, miszerint az ISZTÁR vezetősége úgy döntött, hogy a szolgáltatás biztosítását január 15-ig vállalják. Erről és a szolgáltatás folytonosságának részleteiről egyeztetett Nagy Zoltán polgármesteri teendőkkel megbízott alpolgármester és az ISZTÁR helyi vezetője Dácz Gábor. A mai találkozó további egyeztetéseket von még maga után, amelyek a szolgáltató által bejelentett január 15-i határidőt is érintik. Az önkormányzat korábban tett lépéseket arra az esetre, ha a távhőszolgáltatás folytonosságának garantálása érdekében az ISZTÁR távozása esetén át kell vennie a rendszer működését. A helyi testület az októberi soros ülésén határozott egy az önkormányzat alárendeltségébe tartozó alegység létrehozásáról Gyergyószentmiklósi Hőenergia Központ néven. A fellebbvitelen meghozott jogerős döntést követően a hőközpontnál meghirdetett állásokra versenyvizsgát szerveznek, és amennyiben a szolgáltató által bejelentett 15-i határidő a további tárgyalások eredményeképpen sem változna meg, abban az esetben a Gyergyószentmiklósi Hőenergia Központ a sikeresen levizsgázott alkalmazottakkal veszi majd át a szolgáltatást. A fogyasztók szempontjából változás továbbra sem érzékelhető, van meleg víz és melegnek a fűtőtestek. Bárhogyan is alakuljanak a tárgyalások, az önkormányzat megteszi a szükséges lépéseket, hogy a szolgáltatás folytonossága megmaradjon, írják a közleményben. Szelektív hulladékgyűjtésre ösztönzik a lakosságot Hargita megye szinten, hiszen ez lenne a lényege a megyei hulladékgazdálkodási rendszernek, amely jelenleg kivitelezés alatt áll. Ennek keretében többek között már felszámolták a Gyergyóalfalu határában lévő szeméttelepet. Gyergyószentmiklóson önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvart hoztak létre, Gyergyó Remetén pedig épül az EU követelményeinek megfelelő végleges hulladéklerakóállomás. Hargita megye tanácsa 2013. októberében egy olyan projekt finanszírozási szerződését írta alá, amelynek a kivitelezése az egész megye hulladékgazdálkodási menedzsmentjét hivatott megoldani. Eddig 80%-ban valósult meg. Hargita megye településeit, kivéve Székelyudvarhelyt érintő projekt áfa nélkül 142 millió lejből valósul meg. A pályázat lebonyolítása során a megyében az egész hulladékgazdálkodási folyamatot újraépítik, kezdve az összegyűjtéstől a végső lerakásig. Egy teljes integrált rendszert építünk ki uniós pénzből, eszközöket is mellé rendelünk, tehát több mint 35 kamion, illetve különböző autók lesznek vásárolva. És ami nagyon fontos, és ami az elvárásunk az az, hogy valamikor nyártól az ősz folyamán, amikor a közbeszerzések lejárnak, egy olyan elérhető áron lehessen hulladék gazdálkodást lebonyolítani Hargita megyében, ami a lakók érdekét fogja szolgálni. Én nagyon remélem, hogy ez a lépés, ami ezután következik, ez is sikeres lesz, ugyanúgy, ahogy ennek a projektnek a gyakorlatba ültetése. A projekt nem csak a környezetvédelem, hanem a munkahelyteremtés szempontjából is fontos, hiszen annak köszönhetően több mint 120 munkahely létesül. Másrészt Európai Uniós célkitűzés, hogy 2030-ra az újrahasznosítatlan hulladék mennyisége nulla legyen. Ennek érdekében az az elvárás a lakosság felé, hogy amennyiben lehet, kezdjék szelektíven gyűjteni a szemetet. Már a keletkezési helyén, tehát a lakásokba, a gazdaságokba az újrahasznosítható hulladékot külön kell válogatni. Azért, mert így lesz az az elv alkalmazható, amit elnök úr többször emlegett, hogy több pénz marad az állampolgár zsebébe, mert hogyha mindent kirak a kapu elé, és mennyiségileg azt a szolgáltató meg fogja vele fizettetni, az sokba kerül. Ha szelektíven gyűjti, a szelektíven gyűjtöttért nem kell fizessen, s mi majd szeretnénk odahatni, hogy még pénzt is kapjon ezért valamennyit, nem sokat, de valamennyit.
A megyei hulladékgazdálkodási projekt során több mint 35 céljárművet és összesen 37.500 különböző típusú és űrtartalmú konténert, két tömörítőállomást, egy szelektív válogatóközpontot, 8 önkéntes lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvart hoznak létre. Ez utóbbiból egy-egy Gyergyószentmiklóson, a szükséges bekötőutakkal és közműrendszerekkel együtt. Ezzel párhuzamosan bezárnak 8 régi, műszaki és környezetvédelmi szempontból elavult, nem EU-konform hulladéklerakót. Ezek közül egy a Gyergyóalfalu határában lévő szeméttelepet már múlt év őszén összetolták, tömörítették és a felületét leszigetelték, valamint kerítéssel körbe is kerítették. A projekt keretében Gyergyó remetén megépül az EU követelményeinek megfelelő végleges hulladéklerakó állomás első cellája. Ugyanezen a helyszínen létesül egy a szelektív hulladékválogató, illetve egy komposztáló állomás is. Június végéig kell mindennel elkészüljenek, például a közbeszerzési eljárások kiírásával, a szolgáltatók, illetve üzemeltetők kiválasztásával. A kiépülő rendszer keretében a városokban maradnak a színes harangformájú tárolók, a nagyközségekben is vannak gyűjtőszigetek, ezeket a majdani üzemeltetővel történő egyesség alapján döntik el, hogy megtartják vagy sem. Ugyanakkor falvakon egyéni komposztálásra fogják ösztönözni a lakosságot, ezért komposztáló ládákat fognak kiosztani. Két fiatalt írt tetten lopás közben a Gyergyószentmiklósi rendőrség. A 18, illetve 17 éves gyergyószentmiklósi fiatal egy a Nikolai Balcsescu utcában parkoló, nyitva hagyott autóból anyagi javakat akartak eltulajdonítani. A két személy ellen lopás megalapozott gyanújával indítottak eljárást. A 2016-os esztendő több nyugdíjasokat érintő változást is hozott, miután nőtt január 1-től a nyugdíjpont értéke, 5%-kal több jövedelmet kapnak az érintettek, és emelkedett a temetkezési segély összege is. Hargita megyében több mint 78 ezer nyugdíjast érint ez az intézkedés. Az elmúlt esztendőkben évről évre emelkedett a nyugdíj, így történt ez január 1-től is, hiszen újabb 5%-kal igazították, immár 871-70-banira a nyugdíjpont értékét. Hargita megyében sokak számára jelent pozitív változást ez a rendelet. Hargita megyében összesen több mint 78 ezer nyugdíjas van, 78.350, ebből több mint 4600 volt TSZ nyugdíjas, és hát mindenki részesül ebből a nyugdíjemelésből, tehát mindenki számára január 1-től több pénzt visz a postás. Az utóbbi 4-5 évben a nyugdíjasok száma nem növekedett, tehát nincs nagyon látványos növekedés. Átlagban 503.600 új eset jön be évente, ugyanakkor van körülbelül 3.020 elhalálozás, ezen kívül pedig vannak azok az esetek, amikor megszűnik a nyugdíj folyósítása különböző okok miatt, hogy az utódnyugdíjas gyerek például befejezi a tanulmányait, és továbbá nem jogosult a nyugdíj folyósítására, vagy beteg nyugdíjas személyek visszanyerik a munkaképességüket, és akkor már nem részesülnek a továbbiakban beteg nyugdíjba. A nyugdíjpont értékének változása következtében emelkedett az egyes fokú rokkant, illetve beteg nyugdíjasok kísérői juttatása is, és a nyugdíjak adózása kapcsán is történt módosítás, ha nem is számottevő. A temetkezési segély összege az kötődik a társadalombiztosítási költségvetés megalapozásánál figyelembe vett bruttó átlagbérhez, ami idén január 1-től 2681 lej. Ez szerint a temetkezési segély összege is a nyugdíjasok esetében 2681 lej, a nyugdíjas eltartásában lévő jövedelem nélküli családtag esetében pedig ennek az összegnek a felét kaphatja meg a nyugdíjas.
A nyugdíj adózása esetén első lépésben levonják a bruttó nyugdíjból az egyéni egészségbiztosítási hozzájárulást, és amennyiben a levonás utáni összeg több 1050 lejnél, akkor a nyugdíj és a nem adózandó havi összeg közötti különbségre számítják a 16%-os jövedelemadót. A nyugdíj emelés nyomán a temetkezési segély is több lett. Az egyes fokú betegnyugdíjasok kísérői juttatása az idéntől 698 lejre emelkedett. Törvény szerint ennek a juttatásnak a mérték összege úgy számítandó ki, hogy a nyugdíjpont értékét beszorozzák 80%-kal. A nyugdíjak adózásánál is van egy kis változás olyan értelemben, hogy a nem adózandó összeg az 1000 lejről 1050 lejre emelkedett. Ilyenképpen ez is egy nagyon picike kedvezmény a nyugdíjasoknak. Múlt év végén felröppent az a hír, hogy idéntől pénzre válthatóak lesznek a nyugdíjasoknak járó utazási jegyek, és annak ellenére, hogy ennek sokan örültek, kiderült, hogy ennek az információnak nincs valós alapja. Nem tudok olyan törvénykezdeményezésről, ami ezt alátámasztaná. Hogy van ilyen irányú igény, valószínű, mert nagyon sok nyugdíjas nem használja el ezeket a jegyeket. 16-os évben ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a megelőző évben, tehát a nyugdíjasok megkapták a múlt év december, illetve idén januári szelvényükkel az utazási jegyeket, tehát az, hogy ezek beválthatók, ez nem felel meg a valóságnak. A megyei nyugdíjpénztár által 2015 első 10 hónapjában kifizetett juttatások összértéke közel 700 millió lej volt. Ezt jelentős részben az öregségi juttatások alkotják. A második legnagyobb költségtétel, vagyis a speciális nyugdíjaké és juttatásoké alig haladta meg a 90 millió lejt 10 hónap alatt. Az iskolai tejkifli program kapcsán Hargita megye tanácsa elnöke többször kifogásolta a nyilvánosság előtt a közbeszerzésre jelentkező egyes cégek eljárását, miszerint óvásokkal és háttérbeli megegyezésekkel próbálnak tisztességtelen előnyhöz jutni. Tavaly ősszel is voltak rendellenességek ezen a téren, most viszont a versenytanács egy 2012-es ügyben marasztalt el két tejterméket forgalmazó vállalkozást, összesen csak nem 300 ezer euró értékű büntetést szabva ki. Borbol Csaba megyeelnök szerint ebből is látható, mennyi akadállyal kell szembesülniük a közbeszerzések során, de reméli, a versenytanács döntése elveszi mások kedvét a hasonló trükközésektől, és az elkövetkezőkben tisztességes szándékkal nyújtja be pályázatát valamennyi jelentkező. Amint arról már többször beszámoltunk itt a Fénytelevízióban, a 2015-2016-os fűtési idényben is igényelhettek fa, illetve távfűtésre támogatást a kis jövedelemmel rendelkező családok. Utóbbi esetében a jogosultak számlájának értékét már csökkentették a pótlék százalékával, a fafűtés támogatást igénylők pedig jövő hétfőtől vehetik át a teljes idényre a nekik járó összeget. Azon kisjövedelmű személyek, akik 2015. november 20-áig letették a fűtéstámogatási igénylésüket, már csökkentett értékű számlát kaptak készhez a távhőszolgáltatótól. A fával melegedők esetében január 18-án kezdődik a pótlék osztása. Jövő hétfőtől szerdáig 11 és 14 óra között vehetik át az érintettek a teljes idényre, vagyis 2015. novembere és 2016. márciusa közötti időszakra érvényes támogatást. Ezúttal 399 gyergyószentmiklósi, köztük családok és egyedül élő személyek éltek a lehetőséggel, és eleget téve a törvény által előírt feltételeknek kérte a fafűtés támogatást. Ez a pótlék jóval kisebb, mint a távhőszolgáltatás esetében megítélt állami támogatás. Az érintettek háztartásonként havonta 16 és 54 lej közötti összeget kaphatnak. Január 18-ától a 4 hónapra nekik járó teljes támogatást megkapják a jogosultak, összesen 73.160 lejt osztanak szét. A támogatás átvételekor a személyi igazolványt kell felmutatni. Azon személyek, akiknek nem áll módjukban, hogy személyesen vegyék át az összeget hétfőn, kedden vagy szerdán, meghatalmazhatnak más szemét. Ez esetben szükséges azonban a kézzel írt meghatalmazás mellett a jogosult személyazonossági igazolványának másolata is. A fafűtés támogatást az önkormányzat szociális osztályának, a Kárpátok utcai pénztáránál vehetik át az érintettek.
A teljes fűtés idényre, vagyis a 2015. november 1-e és 2016. március 31-e közötti időszakra több mint 1000 kérés érkezett a szociális osztályra, a többség 770-en távhőre, 399-en fafűtésre, 25-en gázra és 3 család elektromos árammal való fűtésre kérte a támogatást. Aki szeretné még igényelni a fűtéspótlékot, megteheti, mindig az adott hónap 20-áig kell letenni a kérést annak érdekében, hogy már arra a hónapra részesülhessenek a támogatásban. Pontosítaná a termék garanciára vonatkozó előírásokat a Gazdasági Minisztérium egy törvénytervezetben, amelyben leszögezik, hogy a különböző termékekre mind a gyártónak, mind a forgalmazónak kötelessége garanciát biztosítani, és amennyiben a termék nem felel meg a termék leírásban vagy reklámban megfogalmazott paramétereknek, akkor plusz költségek felszámolása nélkül vállalniuk kell, hogy megjavítják vagy kicserélik a hibás terméket, esetleg visszaadják a vásárlónak a termék árát. A törvénytervezet pontosítja, hogy a kereskedőknek legtöbb 15 nappal a probléma jelzése után meg kell oldaniuk az ügyeket. A fogyasztóvédelmi törvénybe azt is belefoglalnák, hogy az eladónak a kicserélt termékre is ugyanolyan garanciát kell biztosítania, mint az eredetileg vásárolt termékre. Nagy kapacitású kazánt adtak át Gyergyócsoma falván tegnap délután. A berendezés több intézményt, közöttük iskolákat, a polgármesteri hivatalt, a kultúrotthont, illetve a rendőrség épületében is fűt. A kazánt egyébként november óta sikerrel használják. Kalákában helyi és megyei közreműködéssel nagy kapacitású kazánt vásároltak Gyergyócsoma falva közösségi tereinek fűtésére. A berendezés hivatalos átadóját január 11-én tartották. A beruházást Hargita megye tanácsa a tartalék alapjából közel 100 000 euróval támogatta. Csoma falvának a közösségi tereit helyi jó teljesítményi a megyében gyártott kazánnal, helyi, hát úgymond, tüzelő eszközzel, moszttal sikerül kifűteni, akkor azt gondolom, hogy sok jó kedv lesz, itt sok jó eredményű döntés fog születni a hivatalokban. Itt a gyerekek valószínűleg, hogyha meleg van az iskolában, sokkal jobban tudnak ráfigyelni a tanulásra is. Benne a tornaterem, a kultúrotthon, minden közösségi intézmény megtelik a hétköznapok szinte minden órájában zajjal, tevékenységgel, és igazából sokszor nem is gondolnánk, de egy közösségi kazán, amelyik kifűt mindent, az lehetővé teszi, főleg téli időben, amikor hát a vidéki ember, a községi ember, aminek több ideje van, többet legyen együtt, úgyhogy ennek a kazánnak egy ilyen nagyon fontos szerepe lesz. A berendezés múlt év novemberében került a helyére, amely egyszerre több környékbeli közintézménynek biztosítja a meleget. Különböző intézmények vannak a környéken, közintézmények, tehát polgármesteri hivatal, az 5-8 osztályos iskola, sportbázis, tornaterem, kultúrotthon, a turisztikai információs központ, ezeknek a fűtését látja el, tehát innen van ellátva. A kazán átadási ünnepségén Barti Tihamér Hargita megye tanácsának alelnöke örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy Csomafalván jó csapat dolgozik együtt. A megyei tanács igyekezett segíteni több ízben is, például a villamosítás terén. Elmondta, hogy abban is támogatást nyújtottak, hogy a sípályához eljusson a vezetékes villanyáram, továbbá, hogy Bukarestben előterjesztették a víztisztító állomás megépítésének kérelmét, amely egy 1 millió lejes beruházás lesz. Az ünnepségen Csata Ágnes és Csata Gyöngyvér népdalokat énekelt. Az avatón Ferenc Antal plébános megáldotta, majd megszentelte a létesítményt. Lépjen e munkahelyre a mi urunk Jézus Krisztus, békét és örömet hozva nektek. Ez az öröm és ez a béke, főleg Isten igéjének olvasása és az egyház imádság által történik. A kazánt egyébként a megyében gyártották, valamint helyben előállított tüzelőanyaggal üzemeltetik. A Gyergyószent Miklós Unitárius Egyház község január 16-án szombaton tartja Tőkés Bence Zsuzsánna lelkészi beiktatóját. A délelőtt 11 órától kezdődő ünnepségre mindenkit szeretettel várnak. A részvételi szándékot a képernyőn látható telefonszámok valamelyikén kell előrejelezni.
A Marosvásárhelyi Állatkert télen is fogadja a látogatókat. Ebben az időszakban az állatok gondozása sokszor kihívást jelent a gondozóknak. A hideget kedvelő állatok viselkedését ilyenkor lehet a legjobban megfigyelni. Nagy kihívást jelent a téli hideg, más környezeti feltételeket jelent az állatoknak, ehhez pedig alkalmazkodni kell. Természetesen van olyan trópusi állat, amelyet nem lehet a külső kifutóba kiengedni, de gondozók próbálják úgy megoldani, hogy ezeket az állatokat is meg lehessen nézni. Több kategóriát sorolhatunk, tehát mondjuk az egyik kategória, amelyik nem igényel melegítést, ezek a helybéli állatok. Na de az állatkertben találhatók egzotikus állatok is, ezeknek mindig biztosítani kell a meleget a hideg időszakban. Tehát elkezdve a majmoktól az elefántokig, zsiráf, zebrákig, papagájokig, tehát itt sorolhatnám még. Szerencse, hogy minden épületnek saját központi fűtése van. Vannak olyan állatok, amelyek kifejezetten szeretik a hideget. A szibériai tigrisek például örömünnepet ülnek az első havazás láttán. A szibériai tigrisek kimondottan hemperegnek a hóba, tehát szeretik. Na most az itt megjegyezni két érdekes fajt, ami normális körülmények között a meleget szereti, de a generációk folyamán adaptálódott, tehát megszokták ezt a hőmérséklet, ezt a klímát, így a struccok meg a kenguruk. Tehát ők is pont úgy a hóba ugrálnak. A medvékről úgy tartják, hogy télen a barlangjukban alszanak, de az állatkerti egyedek esetében ez nem így történik. A hideget kedvelő állatok viselkedését ilyenkor lehet a legjobban megfigyelni. Emiatt érdemes néhány órás szabadtéri állatkerti sétát betervezni ebben a periódusban. Tavaly decemberben több mint 120 olyan hűséges olvasója volt az Újkelet heti lapnak, akik a január 10-én lejárt határidőig eljuttatták a szerkesztőséghez tartozó Virág negyedi ügyfélszolgálati irodára a pénznyereményes szelvényeket. Sokan megválaszolták a feltett plusz kérdéseket, az olvasói véleményeket az Újkelet csütörtökön megjelenő kiadásában ismertetik. Valamennyi küldemény itt található ebben az urnában. Örömhírt közlök, hiszen 120 lej készpénzt nyert. Sándor Katalin, a 24 oldalas színes Újkelet gyergyószentmiklósi hűséges olvasója. A szerencsés nyertes a jutalmát január 15-én pénteken a Fénytelevízió Virág negyedi képújság szolgálatán veheti át. Elkezdődött az újabb szelvénygyűjtés, legyen ön a szerencsés, aki legközelebb 120 lejt nyer az Újkelet jóvoltából. Ezek voltak már a híreink, a folytatásban a Látogató magazin lesz látható. Köszönöm figyelmüket, a holnap esti viszontlátásra!